Itt az Ősz utca 7 szám alatt gyűjtik a határon átkelt ukrán és kárpátaljai magyar menekültek számára az adományokat a kéklámpás őrangyalok. Most nem a tűzoltók, mentők, rendőrök számára kérik a csomagokat, hiszen, mint mondják, a mostani háborús helyzetben az ide érkezőket kell segíteni. Elsősorban ismételtem, megint csak magánemberként csináljuk. Én, mint édesanyja, én, mint nő, és illetve barátaink, akik szintén édesanyák, nők, családapák, édesapák, tehát úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan helyzet, ahova magánemberként igenis nem kötelességünk, de egy nagyon jó érzés is, muszáj beleállni. Bakurec Ildikó hozzátette, egy mikrobusznyi adományt gyűjtenek, amellyel a határra Záhonyig mennek, hogy ott az illetékes hatóságok szét tudják osztani a rászorulók között. A kéklámpás őrangyalok elsősorban a nőknek, a gyermekeknek és a kisállatoknak várnak hasznos segítséget. Szeretnénk kérni azt, hogy a nőknek egészségügyi betétet, nedves törlőkendőt, gyermekpelenkát, kézfertőtlenítőt, kisállateledel, nedves tál, szárasztáp, lehetőleg szárasztából kis kiszerelés, hogy szétosztható legyen. Tehát olyan hasznos dolgokat gyűjtünk, ami az alapvető szükségletekhez, higiéniai szükségletekhez szükséges. Tehát az alapdolgokat, amire egy ilyen helyzetben akár nekünk is szükségünk lenne, hogyha átlépjük a határt, és a mi hazánkba megérkeztek, és nincs semmiük, de mégis el kell, hogy lássuk őket valamivel, hiszen nincs lehetőségük vásárolgatni, nem is biztos, hogy anyagilag úgy állnak most, hogy ők ezt meg tudják tenni. Ami még szintén hasznos, az a polifóm és a hálózsák, hiszen az átmeneti szálláshelyeken ezekre nagy szükség van. Az Ősz utca 7 szám alatt hétfőtől péntekig 8 és 16 óra 30 között várják a csomagokat, és a Fehérvár csurgói önkéntes tűzoltóknál is le lehet adni a felajánlásokat.